Azt hiszem, hogy mennyire változó világban élünk az elmúlt, akár 100 évre visszatekintünk, azon is lemérhető, hogy annak idején még mindenki azon harcolt, hogy a településen minél fontosabb utak, vasútvonalak vezessenek át. Majd kicsit megfordult a világ. Látható, hogy a települések azon küzdenek, hogy újítsuk fel az útjukat, ami átvezet, aztán legyen 4 sávos, aztán kerülje el őket. Miskolc a legfejlettebbek közé tartozik, ők már azt kérik, hogy kerülje el őket az út, és valóban ez a beruházás, ez az északi elkerülő út arról szól, hogy végre megvalósul az itt élőknek a régi álma, és valóban nem a várost terheli majd az átmenő forgalom, valóban messzebb mennek el az autók, kevésbé terhelik a környezetet, a levegőt, hogy úgy mondjam, nem ott rontják, ahol az emberek többsége él. Mégis mi a jelentősége egy-egy ilyen beruházásnak? Miért volt ez valóban ilyen összetett feladat, ahogy képviselő asszony is említette? Azt egyébként meg tudom erősíteni, hogy számtalan esetben az államtitkárságot is zaklatta ebben az ügyben, úgymond bár mi végeztük a dolgunkat, és valóban akár a környezetvédelemmel, akár a vízügyel fontos egyeztetések kellettek, és ezt a folyamatot gyorsítani kellett, és nagyon jó, hogy katalizátorként belépett ebbe a folyamatba. Tehát azért volt nagy kihívás számunkra, mert a 2010-es árvízbe bizonyította, hogy azok a tervek, az az előkészítés nem volt megfelelő, amivel ez az útépítés folytatódott volna. És külön köszönöm a mérnöki szakmának, a tervezőknek, hogy megtalálták azt az egészséges kompromisszumot, hol a környezetvédelem szempontjai, az árvízvédelem szempontjai, a mi közlekedési szempontjaink mellesleg, akik finanszírozzuk ezt a beruházást, érvényesülni tudtak. És ez a megoldás valóban azokat a gazdaságfejlesztési célokat, térségfejlesztési szempontokat is figyelembe veszi, aminek a mentén az egész beruházás elindult még a 2010 előtti időszakban. Tudjuk, ennek az útnak már egy 2 kilométeres szakasza az létezik a másik végén, a végponton, és ez a csaknem 6 kilométernyi beruházás teszi majd teljes művé az elkerülő utat. Én azt kívánom, hogy mindazok a elképzelések, tervek megvalósuljanak, amit ennek az útnak a kivitelezéséhez fűznünk, tehát akár a gazdaságfejlesztés szempontjai is fokozottan tudjanak érvényesülni, feltár nyilván ez az út olyan területeket, amelyek korábban nem voltak annyira kedveltek. Ez az árvízvédelmi funkció biztosítja azt, hogy nagy területek biztosan beépíthetővé válnak, és hát az az övezet, amit itt látunk maga előtt, predesztinálja, hogy akár az iparfejlesztés is ide települjön. Hogy a kormányzatnak a tágabb ívű elképzelésére is utaljak egy kicsit, tehát gyakorlatilag ez a program is azt a célt szolgálja, hogy a 2013 végéig rendelkezésünkre álló uniós forrásokat maradéktanul le tudjuk kötni. Itt a NIV ZRT segítségével nagyon jó úton vagyunk, ma már egy kicsit a túlvállalások okoznak inkább gondot. Sokkal több előkészített projektünk van, hál' Istennek, mint amennyi forrás áll rendelkezésünkre. Ez jó kitekintést nyújt majd 2014-től induló új források leívására is, hiszen lesznek kész terveink, lesznek előkészített projektjeink, és nem csak ez a miskolci beruházás fog a maga gyorsaságával kitűnni itt a leívásnál, hiszen 2015 elején ezt a létesítményt már szeretnénk átadni, hanem országszerte ugyanezzel a helyzettel szembesülünk, és ugyanilyen nagy kihívásoknak tud megfelelni, és még csak azt mondom, a tervezői, kivitelezői szakma. Reméljük, hogy egy kicsit itt a 14-es kis szünet után, amikor Brüsszellel le tudjuk egyeztetni az új projekteket, új úterővel tudunk 14 második felében újabb eredményeket hirdetni, újabb alapköveket letenni, és újabb sikeres létesítményeket kivitelezni. Thank you.